Legyen a miénk a mecsek, ezzel az elnevezéssel rendeztek pikniket a Mandulás játszótéren. A szervező Összefogás Pécsért Egyesület a Környezetvédelmi Világnap alkalmából gyermek és felnőtt programokkal is készült. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki találhatott kedvére való elfoglaltságot. Az Egyesület elnöke Kővári János elmondta, hogy nem is olyan régen még a terület megmaradásáért harcoltak, de a küzdelem még nem ért véget. Most van egy éve, hogy meg kellett védenünk attól, hogy luxus lakóparkot építsenek, ez sikeres volt, ugye akkor 1500-an aláírták két nap alatt a petíciót tiltakozásként, hogy ne épüljön ott luxus lakópark, de nyilván nem csak a tagadás a fontos, hogy semmi ne legyen, mert hogy a jelenlegi állapota is szomorú. A valaha volt kemping, most már talán 20 éve lassan, hogy zárva van, és semmire se használják. Ezért arra gondoltunk, hogy miután a városnak lesz lehetőség az önkormányzatnak pályázati úton felújítani majd a mecsek különböző ilyen, mondjuk úgy, hogy rozsda helyszíneit, tehát már nem használt helyszíneit. Ezért itt a Mandulás kempingre vonatkozóan is szeretnénk meghallgatni, hogy a pécsiek milyen ötletekkel állnak elő. Egyébként egy hónappal ezelőtt az önkormányzat is ígérte, hogy lakossági ötletpályázatot ír ki. Ez még nincsen kiírva, reméljük, hogy majd ki lesz, minden esetre itt már gyűjtjük az ötleteket. A Mandulás melletti egykori vidámpark is hasonlóan rossz állapotban van. Mindkét területtel kapcsolatban ötleteltek a résztvevők. Itt már most voltak olyan ötletek, hogy a tüdőszanatóriumnak az üres épületével is mit lehetne kezdeni. Megmozgatta azért itt a fantáziát, és majd nem csak itt személyesen, hanem nyilván az interneten is gyűjtjük az ötleteket, és ezeket becsatornázzuk az önkormányzati döntéshozatal irányába, hogy ha van benne olyan, ami megvalósítható, és tényleg sokan támogatják, akkor meg is valósuljon. A legfőbb cél, hogy megtartsák a terület természeti adottságait és kincseit. Fő elv az, hogy csak olyan funkciók lehetnek ezeken a roncsolt területeken is, amik az erdei funkciót nem zavarják, a természeti funkciót. Ugye ez egy természetvédelmi terület, amely csak Natura 2000-es is, meg helyileg védett is. Maguk a roncsolt területek azok ebből ki vannak véve, de hát a környezetük, mindjárt a szomszéd telek is természetvédelmi terület, úgyhogy nyilvánvaló olyan funkciókat érdemes ide kigondolni, ami igazodik a természeti környezethez, sőt, esetleg kedvet csinál ahhoz, hogy minél többen a természetbe kijöjjenek. Így merült föl az is, hogy lehetne itt is akár kalandpark, de egyébként az erdei kemping vagy tábor gondolata is újra és újra felmerül, most már kicsit reneszánsza van, hál' Istennek, az erdei turizmusnak is. A vidámpark területén, ami eddig felmerült, hogy ilyen meseparkot érdemes létrehozni, sok helyen a világban a különböző Disney parkok nagyon népszerűek. Hát itt nem feltétlenül Disney parkban kellene gondolkodni nyilván, hanem mondjuk négyszögletű kerekerdő parkban, vagy Magyar Népmesség parkban. Minden bizonnyal ez is érdekes látványosság lehet. És hát akkor úgy lehet, olyan funkciókat lehet kialakítani, ami egymáshoz is köthető, de ugyanakkor mindegyik igazodik a természeti környezethez. Az esemény szakértő vendége a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója volt. Závodszky Szabolcs elmondta, hogy a park szorosan kapcsolódik a Mandulás és a korábbi vidámpark területéhez is. Mind a Mandulás, valamikori Mandulás kemping, illetve a vidámparknak a területe is, az határos a Nyugat-Mecsek tájvédelmi körzettel. Gyakorlatilag mind a két terület ugyanolyan jellegű, ugye itt korábban azért elég intenzív terület használat volt, be volt építve mind a két terület valamilyen úton, módon, most már jó néhány éve ezeket a területeket nem használják, ráadásul 1975 óta mind a két terület helyi védett. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat nyilvánította ezt a területet helyi védetté, nyilván azért, mert számos természeti érték is előfordul rajta. Ezért mi elsősorban olyan jellegű fejlesztést tudunk elképzelni, ami azért megőrzi ezeknek a területeknek a természeti értékeit. Szerintem a korábbi hasznosítás az ilyen volt. Ilyen volt a kemping is, és valamikor ugye ilyen volt a vidámparknak a területe. Tehát valamiféle ilyen ökoszemléletű fejlesztés, én azt gondolom, hogy az mindenképpen támogatandó, akár egy tanösvény, akár egy olyan kemping, ami megőrzi az itteni természeti értékeket, és mondjuk szervesen illeszkedik a tájvédelmi körzethez is. A mecseknek ez a déli területe természetvédelmi szempontból az egyik legértékesebb. Mi elsősorban, mint szakértők vennénk részt nyilvánvalóan, tehát az, hogy olyan jellegű területhasználat kerüljön itt kialakításra, ami ezeket a természeti értékeket hosszú távon is megőrzi. A családi piknik során a kicsiket ökojátszóház és kézműves foglalkozások is várták. Emellett minden résztvevő kóstolhatott cseresznyét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranyai Szervezete és a Baranyai Termelőkért és Kézművesekért Egyesület jóvoltából.